Intézetben lakó autisták kerülhetnek az utcára a Zala-megyei Boncot földén, ha nem sikerül hosszú távra megoldani az otthon működtetését. Nincs pénzük, a dolgozók már csak a bérük 60%-át kapják meg, és nem tudják, miből fizetni a számlákat. Az államtól kapott támogatás évek óta változatlan. Ott jártunkkor azonban váratlan segítség érkezett, 4 milliós adományt kapnak egy cégtől. A Zala-megyei Boncotföldén másfél évtizede működik a megyei autisták bentlakásos intézete. A működtető alapítvány vezetője azt mondja, hogy mindig nehéz volt előteremteni az anyagiakat, de mostanra annyira lehetetlennek tűnik a helyzet, hogy attól tart, be kell zárni az otthont. A problémák akkor kezdődtek, amikor a legnagyobb támogatójuk idén visszalépett, mert a fejkvóta már régóta nem elég az ellátás finanszírozására. Sajnos az állami hozzájárulás az nem sokkal több, mint 10 évvel ezelőtt, és közben a bérek, a közüzemi díjak, az élelmiszerárak mind nőttek, és hát a reálértéke a negyed része sincs. Az időközben megváltozott feltételek miatt az otthon lakói közül van, aki elveszítette a közgyógyellátását, s emiatt olyan dolgokért is teljes árat kell fizetnie, amit eddig térítésmentesen vagy kedvezményesen kapott. A kedvezőtlen anyagi helyzet miatt az itt tápolt autisták sorsa bizonytalanná vált. Ők szinte mind egyemberesek, egy-egy gyermekhez egy-egy személy jelenléte lenne a fontos. De úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy kevés munkatársam van, annak ellenére nagyon jól megvalósul az egyéni figyelem, az egyéni odafigyelés. Nem sokkal az interjúk elkészítése után az irodában az otthon dolgozói egymásra borulva fakadtak sírva, amikor egy számukra ismeretlen rák és immunkutató vállalkozástól 4 millió forint érkezett a számlájukra. Az otthon vezetője szerint ebből az összegből egy időre biztosítani tudják a náluk lakó fiatalok megélhetését.